tartott az én nagymesterem, ugye Egri kötődés, és nagyon sokat köszöntek neki, tudom, hogy velem van minden este, mielőtt elhasszom, beszélgetek vele, ezt is tudniuk kell, és ez ide tartozik, ugyanéz a gondolkodásnak a része, ami ebben a filmben látható. Engem egy ügynökség keresett meg még tavaly előtt Torontóban. Látták a sorstalanságot, a sorstalan alapján ajánlottak együttműködést. És mikor megegyeztünk, ez egy másik alkalom volt San Franciscóban, mert kicsit vártam a döntéssel, akkor már hozott magával ez az ügynök egy borítékot, mint ajándéknak szánta nekem. És akkor volt 4 forgatók, és benne volt az este. De akkor ezt nem vettem még komolyan, csak úgy olvasgatni hozta, hogy nézzem meg, hogy mi érdekel egyáltalán, hogy milyen irányba induljunk, bár a sorstalanság kijelöli az utat. És akkor nagyon nem sokára kaptam egy telefont, volt egyszer egy másik ajánlatom még előtte, amit végül is nem csinálok meg, az is egy New York-i ajánlat volt, és akkor hívott, hogy most el kell olvasnod azt az Este című könyvet, ami ott van nálad, ha nem olvastad volna még. De ha nincs meg, akkor küldjük azonnal a gyorspostán, mert hogy most van egy nagyon komoly érdeklődés, a Focus Feature, akik ugye a Brokeback Mountain-t, meg egy Pride and Prejudice is éneket csináltak, hogy ez egy nagyon komoly társaság, és hogyha ha ez nekünk sikerülne, akkor nekünk itt végül is eléggé kinyílnak a kapuk, mert ez egy stúdiófilm, ami a legmagasabb kategória Amerikában, ahol filmet lehet készíteni. És akkor én ezt elolvastam, és nagyon hamar fölhívott egy hölgy, először egyedül, aztán 5-6-an hívtak ugyanaz a stúdióban, már mindenkire jelen volt az elnökök, és az író, a Michael Cunningham, és a producerek, és mindenki azt kérdezte, hogy mondjam el, hogy milyen filmet szeretnék ebből csinálni. Egy nagyon nehéz ügy, mert egy színházi szereplés egyedül a telefonon Budapesten, ők meg New Yorkba ülnek egy szobába 6-an, és várják, hogy mit mondok, és nincs rá reakció, egyáltalán nem lehet hallani semmit, gyakorlatilag csönd van a másik vonal végén. És az ember úgy, mintha egy ételrel harcolok teljesen egyedül, és végül is el kell, hogy csábítsam őket, különben semmi értelme a dolognak. És a végén azt mondták, hogy ez most nekik nagyon tetszik, hogy amit én most mondok, ha egy ilyen film lenne, és ezt szerintem az a film, amit most találtak, az ilyen, az a film, amit akkor elmélek, mert nem nagyon változtattunk, aztán a forgatókönyvön sem, az én javaslatom nem változtattuk. És akkor kérdezték, hogy kik játszanák. És akkor elkezdtem mondani a neveket, azon is nagyon meglepődtek, nagyon azonos nevek, ahogy ők gondolták ezt a filmet. Ezek után azt kérdik, hogy szinte percek alatt, tehát 2 napon belül nyilván voltam egy első megbeszélésen, ahol újra elkezdtük a szereposztást feldolgozni, megállapodtunk, hogy ki kell, hogy hova kell először, mert ez a Vanessa Redgrave volt, mondom, aki hát fantasztikusan fogadott, és meg is egyeztünk, és kitartott, és 6 hónapig várt, mert eltökélten akart, hogy ezt a filmet meg akarja csinálni. Hát így történt, és akkor ettől kezdve már mentem is a helyszínre, és mire a helyszínre értem, én tulajdonképpen hivatalosan már a film rendezője voltam. Voltak harcok,
bizonyos szerepeknél ugye voltak, a Claire Danes-nél is volt harc, a Hugh Dancy-nél is volt harc, a Patrick Wilson-nál is volt harc, hogy miért ő és miért nem más. Én nagyon nagy listák jönnek, ez egy majdnem mesélhetetlen dolog, hogy a casting direktor is adja a listákat, és a stúdió is mondja néha azt, hogy ő valakivel nem akarnak dolgozni, hogy van ilyen, minden stúdiónak van ilyen, aki azt mondja, hogy azt nem. És nem igazán tudják megmondani, hogy miért, és nem is szabad firtatni, hanem azt mondja, hogy jó, hát szokhoz, az nektek nem, akkor más kell keresni. De ha az ember nagyon erőszakos, jó irányban erőszakos, tehát hogyha ilyen, ha el tudom igazán mondani, hogy valaki miért olyan fontos nekem, akkor általában feladják, és azt mondják, hogy rendben van, akkor legyen az, amit a Lajos akar. És ez történt a legtöbb esetben, hogy a vége volt egy veszélyes mondat. Azt mondták, hogy az a lényeg, hogy a Lajos boldog legyen. Ez egy nagyon veszélyes mondat, mert a végén majd ők, egyszer csak ők akarnak boldogok lenni, és akkor nekem kell majd valamit nekik tenni. Hát ez így is történt, de a legnagyobb szeretetben mentünk végig. Úgyhogy végig is megszereztem a Hugh Dancy-t és a Claire Danes-t is, az egy legnagyobb harc volt, és a leghosszabb, az 3 hónap után egy szünetet is tartottunk, hogy legyen meg az igazi jó szereplő. De a végén mindenki, a Toni Collette, a Natasha Richards, mindenki azok jöttek, és akkor ezt csak kiderült, hogy megtaláltam a Mary Streep lányát egy évvel ezelőtt már New Yorkban, és a stúdió nagyon támogatta. Ezt csak evidens volt, hogy meg kell keresni a Mary Streepet. Hogy hát ő is, és kiderült, hogy boldogan jön, mert hogy olyan szépnek tartja az anyagot, elképesztően akar együtt a Vanessa Redgrave-vel játszani. És hát végül is az a film, amit most látni fognak, van egy jelenet, ami szerintem filmtörténet, ahogy ők együtt vannak, és a film eszenciáját képviselik ráadásul. És egy alaképesztő helyzet született kettőjük között. És akkor már csak a Glenn Close kellett behoznom, mint régi barátomat, az én feladatom volt személyesen. És tudja, azt mondta, hogy ezt csak te tudod behozni, mert neked a barátod. Ő engem a becenevemen szólít, és végül is nagy nehezen három beszélgetés után, mert nagyon kicsinek tartotta a szerepet, most azért meg lehet őt nézni, hogy van benne egy olyan pillanat, ami felejthetetlen, és egészében végül is egy komplett szép szerep lett belőle. Úgyhogy ettől lett aztán ez az elképesztő szereposztás, de mindenki akarta, mindenki ott akart lenni. It won't be because no one worried about the seating arrangement. You will turn down that a little bit, won't you, dear? Is your suit pressed from the seating? Mm-hmm. And you need a haircut. I did crazy so. If I should have let it go, I will get the first. A sorstanság volt mindenkinél a belépő kártyán. Minden színésszel úgy találkoztam, hogy előtte ők megnézték a sorstanságot. Az előtt nem beszéltem senkivel, csak az után. És ez mindig jó volt, mert mindig azzal kezdődött, hogy hát a sorstanság rájuk annyira hatott általában mindenki, hogy egy borzasztó jó alap volt arra, hogy elkezdjünk beszélgetni, mert tiszteltek miatta. Hosszú-hosszú évek óta dolgozom velük, tehát mondjuk látni őket, vagy a közelükben lenni, ez nem volt újdonság. Az, hogy oda menni hazájuk, és az történik, amit én kérök tőlük, ez volt az újdonság, hogy megyek oda, és hogyan mondom, és hogy teremtek nekik olyan atmoszférát, ahol ők is jól érzik magukat, és mégis az érvényesül, amit én szeretnék. De ők ezt nagyon hamar felismertek, és azt mondták, hogy mi, Lajos, a te filmedet csináljuk, mindenki. Ez a Lajos filmje, a Lajos víziója, és mi ezt csak azt csináljuk, amit te kérsz tőlünk. És azt játszotta Vanessa Redgrave, a Meryl Streep is azt játszott. Hogy ez volt a borzasztó szép, hogy abszolút a hittek, és az a hiten alapuló együttműködés volt. Úgyhogy végül is azt kell mondjam, hogy örömteli volt hozzájuk menni. Valószínűleg ez egy egészen különálló eset ez a film, hogy ez lehet, hogy soha többet nem lesz. Ez nem fog megismétlődni az én életemben, és az is lehet. Itt valami olyan szépséggel született meg, és olyan egyetértésben, hogy ez csak... Hát csak tisztelni lehet, és boldognak kell lenni, de nagyon-nagyon csöndben magamban. Ez majdnem nem senki nem tartozó boldogság, csak belül. Mert tudom, hogy a nagy boldogságokkal nagyon csinyán kell benni. Örülni ott nagyon szépen, ott benne itt a gyomor szájtájékán kell csöndben. És örülni, hogy ez az enyém. What good are words I say to you? You're on, baby. I don't want to come on. I want to come back. Sorry, no can do. I made a mistake. Mistakes are beautiful, baby. Mistakes are part of the fun. I'm wearing the wrong dress. I can't go for a sail in this. Úgy érztem magam most ebben a filmben, és megint mondom, lehet, hogy ez egy egyedi eset az életem. Én itt olyan jól éreztem magam minden áldott nap, hogy ahhoz foghatóan már rég nem éreztem magam, mint okölött.
se Amerikába, se itt. Van visszaút esetleg az operatőri? Minden lehet, az élet produkálhat bármit. Az élet tehet olyat velem, amit az kénytelenek visszamenni, akár vissza is kullokhatok, ha úgy tetszik. De ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy ez az út, amit szeretnék rajta járni még egy darabig, amíg lapot kapok. Most ebben a pillanatban kapok, jönnek a forgatókönyvek. Én azt hiszem, hogy egy elég jó úton járok. Elég azon az úton, ahogy elkezdtem nagyon-nagyon tínédzser koromban, hogy végül is ugyanazt az utat építem még mindig, ez hihetetlen csoda, de természetesen rengeteg hibát is vétettem. Ebben a filmben, hogyha azt kérdezem, hogy mit csináltam, hanem másképp semmit. Ahogy a sorstalanságnál is ugyanígy válaszoltam, hogy ez a film olyan, amilyen. Olyan kicsi dolgok vannak benne, amit én szeretnék mondjuk másképp csinálni, amit soha nem fogok elmondani senkinek, mert olyan kicsik, hogy nem érdemes elmondani, hogy elárulni. De nagyon kicsi. A film most pontosan olyan, ahogy én ezt tulajdonképpen a legelső mesébe elmondtam a telefonon keresztül, ez a film. Mert olyan szerény lenni ez a film, hogy a saját problémákról beszélünk, és nem nagy dolgokat próbál mondani, hanem azokat a nagyon hétköznapi dolgokról beszél, a hétköznapi döntésekről, akár arról, hogy kell föl egy embernek, hogy föl kell-e kelni, hogy meg tudja hozni ezt a döntést. Hogy valaki cipel magába a gyerek, hogy meg tudja ezt osztani azzal, akire tartozik. Hogy mindenki, miután egy elég bizonytalan és rossz világban élünk, borzasztóan tele vagyunk kétségekkel, hogy kell ebben a világban élni. És megpróbálunk ezzel a döntéshoz, és az a miénk, senki más nem hozhatja meg. Erről szól, szerintek, hogy mersz te erről beszélni, ez vagy mindenki ezt, hogy mersz te ilyen egyszerű dolgokról beszélni, ez csak rólunk szól, és nincsen, nem lőnek le senkit, nem politizálunk benne semmit, csak rólunk van szó, szépen, szimplán a mai napról, a döntéseinkről. Többek között arról is szól, hogy lehet ebből a világból elmenni tisztességesen. Többek is arról szól, hogy ne felejtsük el föltenni a kérdéseinket időben. Sokan elfelejtettük, én is. És kell gyártani az aranyló pillanatokat, mert a végén nem lesz miért visszamenni. Filmemben is van egy nagy időeltolódás, hogy 2000-ben kezdődik ez a búcsú, és 53-ban megyünk vissza egy esküvő. És kiderül belőle, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdünk. Senki nem tudja megúszni. A világ nem tud újat teremelni, mert lehet, hogy fog, de ebben a pillanatban ugyancsak ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, visszük a keresztünket a vállunkat, ha tudjuk. Ilyen nagyon baráti vetítés volt, ugyan 300 ember, de ez egy elég rendes társaság. De mindenki ott volt, akiket szeretek, és akikkel a hétköznapjaimban találkozok, például egy bevásárlók, akitől vásárolok valamit. És azok ott ültek, és mind néztek rám, és olyan szép volt őket látni. És mindenki utána megajándékozott azzal, hogy tényleg rólunk csinálta a filmet, hogy mindenki találva érezte magát. Nem volt a korosztály, 20 évesek is odajöttek hozzám, de a 30-as is, meg a 50, meg a mondjuk már majdnem 70 év. Hogy itt valami olyasmi van szó, amiről, hogy ilyen film kéne, nekünk mondták. Hát most itt van, én remélem, hogy szeretni való film.